nagyon. És ugyanazzal a free dallammal záró, hogy az összes poltábai dallam, és mondom, csak erre jelmez erre a területről. Ugye ez a egy módos... Bocsánat, lehet, hogy engem érdekel. Összes dal volt van. Na, tehát, hogy ez ugyanaz az énekkar volt, akik énekelték ezt, hogy a vásárban, itt vásárban, úgy. És ez így is néz ki a buli nálunk, tehát akkor összehívnak minket, akkor azt mondom, hogy általában azért vannak azt, hogy a férfiak meghaltak, mint vodka. Tehát, hogy ez az mínusz 20 év egy átlag életkornál. Rendesen erről van szó, tényleg. Az van, hogy mondták az asszonyok, hogy kérdeztem mindig, hogy ez miért csak az asszonyok éneklik, vagy ezért mondják, hogy hát az a helyzet, hogy a férfiak azok meghaltak már 20 éve. És mindenki ugye egyedül él, és az van, hogy az ukrán falvak társadalma az teljesen női alapú. Tehát a nők tartják fönt, ők intézik az állatokat, ők a megbízható pontjai az egésznek. Tehát egy teljesen más gondolat, és az van, hogy így is nézel ki egy buli, vagy belemutatok egy, van egy felvető az, hogy nem felvető, hogy ilyen bulit, amikor együtt vagyunk, és ott az van, hogy a egy-két férfi ott volt, milyen 50 éves körül, azok úgy berúgtak, mint a ló, de tényleg ezek az asszonyok meg az volt, hogy így iszogattak egy-két vodkát, meg nem tudom én, de úgy alapvetően végig készült. És akkor egyszer csak jött az idő, amikor kellett az állatokat rendezni, összeség felállt, megint az idő, elköszönt és elmentek. Férfiak meg este keltek, és ott voltak, mint reggelig ott. Látszolgattak, nem tudom. Már én is mentem haza, mert én ezzel nem tudom mit kezdeni, de tényleg. Ezzel már én sem tudtam mit kezdeni, és akkor de azt mondjuk meg el, és mondták, hogy itt a végelegi dolguk van. De a férfiak azok, és tényleg ilyeneket láttam a falon, hogy azt képzeljék el, hogy bemegyek az élelmiszerboltban, és az élelmiszerbolt egyben kocsma, van egy ilyen pici asztal is oda mellett ülni, és ott fekszenek és alszanak a férfiak, itt belül van. Szóval olyan állapotok vannak, olyan mentális állapotok vannak, és bizony az van, hogy szóval ezek a nagy diktatúráknak a valamivel hódítani kell a népet, propaganda is kell, nem árt, van egy kis vodka is, és az a helyzet, hogy ez a fajta ilyen kollektív tudat, hogy maga az individuumnak nincs olyan nagy jelentősége, mint például mondjuk a nyugati társadalomban sok jobban figyelnek rá. Alapvetően ez az ilyen közösségről való gondolkodás és minden tehetségnek a kontrollálása az mondja, a férfiaknak nagyon sokszor megöli már fiatal korában a lehetőséget. És tényleg az van, hogy általában nagyon gyakorta ez a sors a vége. És alkohol, mit akartam mondani? Elvételek, és mutatok egy ilyen felvételt. Ez csak velem mondok, ezt nem szoktam egyik rúzogatni, csak hogy körülbelül hogy néz ki egy ilyen party, vagy csak így belőle. Én vagy számunk, mondjuk nem tudom én a Beatles-től, a nem tudom micsoda, és akkor az van, hogy nem tud a maga útjára kelni, mint egy ilyen vicc vagy egy történet, mert minden nap meghallgatjuk a rádióba újra, és a referencia pontra visszacsúszunk. Tehát az van, hogy nem tud más lenni, mert pontosan jól ismerjük, mert naponta meghallgatjuk, és most van lehetőségünk a tévé rádióba visszakeresni. Na most itt meg úgy van, hogy tegyük föl, elmegy valaki egy faluba, és hall egy dallamot, de érdekes, akkor a szövegét megjegyzi valamennyire, vagy nem tudom én, a dallamot körülbelül megjegyzi, és akkor hazaviszi,
És onnantól kezdve a fantáziára van bízva, hogy mi az, ahogyan ez a dolog alakul. És egy ilyen óriási metamorfózison megy keresztül a dallam, és hirtelen teljesen más jellegű zene születik akár. És ugye ez az a, pont ez a dolog, hogy a globalizmus előtt ezek nem voltak összekapcsolva ezek a közösségek, ebből adódóan elképesztő kreatív formában fejlődtek tovább különböző dallamok. De most az lesz, hogy egyetlen egy dallamot fogok mutatni, és annak különböző verzióját. Tako si u bačku ko se vja, taj veko se li solovja, soloveju sadu tjo. Яка в'яже Катерина за гріба, Грицькову не напував, на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику вертиться, Гриця шапка до лиця, люблю Гриця молодця. Та прийде Грицю неділю, та там сорочку тонку й білу, соловею садуть. Сильгапка в'яже Катерина за гріба, Грицьковолина пугар на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику вертиться, Гриця шапка до лиця, люблю Гриця молодця. Ennyire rosszul szól. Mutatok egy másik verzió, ugyanez a dallam lesz. Ой, на горі Бозино, та не може мого Василя, та нема, то й не буде, хіба вечором прибуде, соловею садуть одятю, соловечко, сьомбер-бомбер-вебе-бомбер, сьомбер-бомбер-вебе-бо, Ачхе чумба-ба, чумба-чумба, чумба-ба, Ачхе бухе чумба-ба, чумба-чумба, чумба-ба. Most itt azért elmondom, hogy itt a bumbra-bumbra semmi nem jelent. Az a, neki ilyen variáció van meg, ennél a részünk, hogy felgyorsak a bumbra-bumbra-bumbra, csak az unka, hogy akkor a madarakot utálom, hogy erre a nélre visszatérek, mert egészen elképesztő a sztorik vannak róla. No, akkor visszatérünk arra, akit már látunk. A koszív batyko, koszív jataj, mi koszívli szolovja, szolovejú szolovja, tatyo, kanarejecska, rodman koszív, tatyo, jelme, Katerina, 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 Та прийде Грицю в понеділок, да підем разом по барвіно. Соловею садок дядьок, канареєчка, Романкозика, Кав'яже, Катерина, Садріба, Грицьковолина, Поварна, Водобляка. Ой, мамо, люблю Грицю, 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 люблю Грицю, молодця. Та прийди Грицю середу, да підем разом по череду. Соловею садок дядьок, канареєчка, Романкозика, Кав'яже, Катерина, Садріба, Грицьковолина, Поварна, Водобляка. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на коні, Буде Гриця, Гриць на шапку до лиця, Люблю Гриця, молодця. Та прийде. І шокор, це сформуші, ось є в нашій колонії. Та косив батько, косив я, та й викосив солов'я. Соловею садуть одатю, канарею ще. Роман косавка в'яже, Катерина загріба, Роман Валина поваровка воду тяга. Ой, мама, люблю Гриця, Гриць на конику, Гриця, Гриця, шапка до лиця, люблю Гриця, молодця.
Та оженився в понеділок, та послав жінку по барвінок. Соловею саду тьох-да-тьох, канареюшки, Роман-козапка, я же Катерина Загріба, Роман-волина-кубагапка, воду тяга. Ой, мамо, люблю рицяриць на конику, летиця риця, шапка лелеча, люблю риця молодця. Та оженився у вівторок, та узяв жінку пудів сорок. Соловею саду тьох да тьох, канареюшки, Роман-козапка, я же Катерина Загріба, Роман-волина-кувагапка, воду тяга. Ой, мамо, люблю рицяриць на конику, летиця риця, шапка до лиця, люблю риця молодця. Ugye érdekes, egészen más hangulat, egészen más történetek, és ugye ez adja a sokszínűségét ugye a dolognak. Visszatérek erre az idős hölgyre egy pillanatra. Ugye mondom, hogy párhuzamosan az, hogy két dolog fut, tehát egyrésztről egy filmet forgatunk erről, vagy egy film sorozat lesz, ami most az első szezon, vagy hogy hívják, évadban a keleti szálokat mutatja be, tehát lesz Ukrajnába, Kelet, Nyugat-Ukrajna, Oroszország és Fehér Oroszország. Most ugye a ukrán forgatások folynak, és ebből csak egyet láttak a részlet a filmből magából, amikor jöttek az asszonyok a magazin előtt és énekeltek a vásáról. És az van, hogy ez egy dokumentumfilm, azt az életüket mutatják be, és így ilyen föl lesz fűzve ilyen dalokra közben. És a másik, az amit csinálok, az az, hogy miközben, mielőtt a stábod a kimegy és felveszi ezeket a dolgokat, én előtte ugye az van, hogy még egy hetet ott vagyok egy faluban, és iszonyú mennyiségű anyagot veszek től, és azokat rendesen, mint népzenéje, dokumentálom. És akkor az van, hogy az összes, láthatják, hogy több mikrofonnal dolgozom, tehát az összes különböző szólamokat éneklő asszony kap egy mikrofon, és konkrétan szólamonként vissza lehet hallgatni, hogy miket énekelnek. Ugye a szövegeket azokat általában ugye leírjuk, és van egy nagyon szép kép hozzá, és hogy gyakorlatilag így egy óriási adatbázis kezd most már itt felhalmozódni. Egyébként olyannyira nagy az adatbázis, hogy most elvittem, visszavettem az ember, ez, aki nekem javasolta ezt a falu vizé, hogy négyzet, meg ágasbogas, visszavittem, és mondta, hogy hát ezeket vannak, és hogy mondom, ez a felvétel, meg ez a falu, hogy arról mit tud, és úgy most mondja, hogy milyen jó, soha életében nem látta. és az volt, hogy ők mondták nekem, hogy valószínűleg ez a kollekció a Poltáváról, ez már amit most sikerült fölvennünk, ez már most teljesen unikális. Tehát egész egyszerűen Ukrajnában erre nincsen pénz, ez egy ilyen luxus tevékenység. Ha vannak is népzenegyűjtések, azok ilyen nagyon-nagyon, tényleg kb. Mint a telefon, ugye a telefonra vennénk föl éneket, olyan minőségben vannak meg. Tehát az van, hogy tehát rendesen visszafejthetően, jó minőségben alig vannak felvételek. Tehát ilyen értelemben két szálon fut a dolog, rendes népzenegyűjtés, és másfelől ezekből kiválasztunk dalomokat, és azt igazából megcsináljuk ilyen olyan verzióban, hogy ez vizuálisan is üssön. És hát néha én is játszok velük, most például mutatok egyet, amikor ez a kedves Galina Mikhailovnával játszok közösen. Oly na hori bozena, там не може мого Василя, там нема, то є не буде, так і бо вечером прибуде, соловею саду тьох да тьох, соловеєчко, сьомбер-бомбер-бе-бомбер, сьомбер-бомбер-бе-бомбер, пачки чумба. Вже не треба й Василя.
Напилися горілочки, веселі волої. Веселі волої.
Mondom a zenésztársaim, akik nem tudják, hogy mi az Isten, hogy Ukrajnában, mondom, hogy új lemezt veszek fel Ukrajnában, ukrán paraszt emberekkel. Nézek, hogy figyelj, marra jó lesz, nem hisznek nekem. Na mindenki, nem mondom, hogy nem hát azt elmondom, hogy ez hogy történt maga a képnek a beállítása. Az volt, hogy mondtam a tolmásnak, mert ő volt egy benne fixer, én mondom neki, hogy jaj, annyiban, hogy kéne egy busz. Igen, mert a jelenet az, hogy barát is, ezt találtuk ki, hogy jöjjenek busszal, és szóval szerez egy busz valahol. Elment, mi ott addig tettünk el, tudod, a mikrofonok, mindenki mondta, megvan a busz. Ó, mondom, tényleg megvan, hogy ilyen gyors, az igen, nem annyira régi, meg így, de jó lesz. Mondom, hogy, és ez miért, hogy sikerült? Hát ott jött a helyjárat, megállította a helyjáratot, és akkor mondja a helyjáratnak, hogy elnézést, én kéne egy busz, hogy tudnak ilyenbe segíteni. Hát az egy busz, jó, hogy nekem kéne egy busz, és hogy arra, hogy most itt ilyen 3-4 órán keresztül forgatnak vele. Jó, hát ez egy 2000 forintért a helyi járat 5 órán keresztül asszonyokat, és már két megállóra ott ír, mert az asszonyokat állt, és már nem értek, hogy miért nem jön a busz, de biztos defekt, vagy valami, és az minket. És aztán utána így, akkor megegyeztünk, mint olyan, tényleg azt hiszem 4 óra volt, letelt a négy, és mondta, hogy neki mennie kell. Nem tudom, hogy szóval ezt hallgassák meg, most így elektromos gitáron persze egy kicsit más lesz, de hogy ezzel, hogy mondjuk kap egy ilyen elektromos gitár, olyan lesz az egész, mint hogyha valami egészen elképesztő modern zene lenne, és persze olyan fantasztikus énekléssel a háttérben, hogy valami egészen elképesztő, hogy ezt körülbelül, ez is egy ilyen 400 éves balada körülbelül. Да любил парень распрекрасную Yeah.
Ez akkor az duzsa, duzsa. Na, az egészen megdöbbentő, nem? Minden zene. És ugyanez a Fritz zárva itt is, tehát végig ugyanez az ilyen Fritz zárva. Rátérek a végére, azért nem annyira. Mutatok, most olyan felvéteket, nemrég bukkantam rá egy dokumentumfilmre, ami a 80-as évek elején készült, és így bemutatja, hogy hogyan szóltak ezek a zenék, amikor még éltek az emberek. Tehát férfiak is énekelnek benne, nők is, és mondjuk itt egy 10 asszony énekel itt körülbelül. Hogy ez mennyire más hangzás, mert az van, hogy itt három szólam persze megvan, de nagyon sokszor oktávokkal kiegészítették, tehát egy ilyen gigantikus hangzása volt. Igen, és annyit akartam még elmondani, hogy ugye marha érdekes, hogy mi az Istentől van itt három szólam, meg hogy ilyen gazdag szólamvilág, hogy azt tudni kell, hogy az ortodox liturgiában nem lehet hangszert használni. Tehát az van, hogy az Isten dicsőítését csak vokálisan, csak énekesek tehetik meg. Tehát ahogy nálunk orgonák lettek, mindenféle hangszereken játszanak, az ott be van tiltva, csak vokális zene van. És ebből adódóan ez is beszűrődött a paraszti világba, és ott is az van, hogy egy ilyen hihetetlenül gazdag sokszólamú világ van. Tehát tudni kell, hogy ezek még zenész füllel is olyan bonyolult szólamok vannak, hogy egész egyszerűen többször vissza kell nekem is fülelnem, hogy mi történik ott, mert hogy annyira összetett világ is van. Kérdeztem az egyik ilyen faluba, hogy emlékeznek arra, hogy itt mindig három szólam volt, vagy volt, és az egyik azt mondta, hogy hát, hogy arra emlékszik, hogy még a déd szülei két szólamban énekeltek, és akkor aztán később volt egy néni, aki beleénekelte egy harmadikat, és akkor azt mondta, hogy ez tök jó, hogy megtartja. És ez volt a magyarázat, hogy miért van három. Egyszerűen tetszett neki, és hogy így hagyták. És most megmutatok olyan felvételt ebben a dokumentumfilmben, hogy hogy nézett ez a dolog ki, még így ereje teljesen a történet. Nem tudom, ezt nem tudom kihagyni, bocsánat, még egyet hagyom, csak két mérőt, az van a vége, úgyhogy... Bocsánat, ezt nem tudom kihagyni. Tehát egyik faluban voltam, és hogy ilyenkor mindig az van, hogy az ember akkorjában legyen, hogy először oda megy a polgármesterhez, és a polgármesternek mondja, hogy hát én szeretnék felvételeket csinálni, és akkor a polgármesternek úgy azt mondja, hogy na jó, oké, akkor lehet, és akkor azt mondja, hogy szóval az a lényeg, hogy vele kell először leboltolni, és akkor mondta a polgármester, én tudtam, hogy az asszonyok énekelnek, mondták máshol, elmentem ebbe a faluba, a polgármester azt mondta, hogy semmi gond, oké, itt vannak az asszonyok, elmentem hozzájuk, éppen ki voltak a földeken, mondtam, hogy lehet énekelni, mondták, hogy persze, nagyon szívesen, holnap akkor találkozunk reggel 8-kor. És akkor elmentem aludni, reggel kerülünk föl, megyünk a helyszínre, és egy ilyen óriási, ilyen lepukkant busz ott állt, és benne egy teljesen más énekkar. De ilyen profin felül mindenkinek ugyanolyan egyenruhának hívom, mert nem, az nem viselet, mert ugye a viselet az minden családnak más volt, mint én, ez nem, hogy ugyanúgy néztünk ilyen. És akkor találtak ebbe a viseletbe, ilyen egyenruhába, és mondom, de hát, hogy ezek nem azok az asszonyok. De ez jó. De mondom, hogy engem az érdekel, hát ilyen régi dolgokat, ne, én nem értek hozzá, én külföldi vagyok, ez a jó. De mondom, de jó, értem én, és akkor elkezdtem felhúzni, hogy utaztam egy csomódom, de értem én, de engem ez nem érdekel. És akkor megbökött így a tolmás, hogy nem értem ezt az egész világot, az ortodox világot, akkor azt mondom, hogy jó, akkor azt veszem föl. Jó, akkor azt veszük föl. Mondtam neki, hogy akkor oké, akkor abban a buszban, amiben jöttek, abban szeretném felvenni őket, akkor végül felvenni őket. Oroszul énekel.